Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Itt vagyunk az M7-es autópályánál, egészen pontosan a sóstói pihenőhelynél, ahol immár tapasztalhatják az autósok azt a megújult szakaszt, amit hétfőn már birtokba is vehettek a sofőrök, a vezetők, több mint 20 kilométeren. Erről a fejlesztésről számolunk be önöknek a mai esti mérlegben. Érdemes lesz ma is velünk tartaniuk. Az M7-es autópálya minden nap rendkívül nagy forgalmat bonyolít le. Azonban ahhoz, hogy a közlekedés még biztonságosabb lehessen, elkerülhetetlen volt annak korszerűsítése, fejlesztése. Aggasztó volt ugyanis már a pályaburkolat a sztráda ezen szakaszán. Hétfőtől már birtokba is vehették az autósok a felújított szakaszt. A fejlesztés még tavaly kezdődött és 3 ütemben valósulhatott meg. Az első 2018 őszén, míg a második 2019 május közepén fejeződött be, most pedig a harmadik befejező ütem is elkészült, így hétfőtől a közlekedők már a felújított pályaszakaszt használhatják az autópálya Lettenye felé vezető oldalán. A beruházás első ütemében a 102-es és 111-es kilométer szelvények között végezték el a munkálatokat, illetve a 92-es, 94-es, 100-as és 102-es kilométer szelvényeknél lokális javítási munkákat láttak el a szakaszon található hidaknál. A második ütemben a 96-os és a 102-es kilométer szelvények közötti szakaszon újult meg a pálya. A mostani felújítás a 90-es kilométer szelvénytől a 111-es kilométer szelvényig tartott. Ez a Siófok térség az autópályának, és a jobb pályára terjed ki. Ez azt jelenti, hogy Budapest irányából a Lettenye felé tartó jobboldali autópálya szakasz újult meg. 3 ütemben történt a felújítás. 2018 őszén került sor egy 8 kilométeres szakasz felújítására, majd télen ugye a időjárásból adódóan ilyen jellegű technológiákat nem lehet végezni, tehát akkor nem történt korlátozásra járó munkavégzés. 2019 tavaszán készült el a második ütem, mintegy 5 kilométer hosszúságban. Ez május végén fejeződött be, és ezt követően 2019 őszén fejeződött be egy harmadik 7 kilométeres szakasszal, ami nagyon fontosnak tartok megjegyezni, hogy május végétől szeptember elejéig nem történt forgalomkorlátozásra járó munkavégzés, mivel azt gondoltuk, hogy a nyári turisztikai szezonban ezt, tehát a forgalmat ne zavarjuk terelésekkel. Ugye ebben az időszakban az M7-es autópálya egy kiemelt jelentőségű, a turisztika és a forgalom szempontjából egyaránt. Tehát így került sor 3 ütemű munkavégzésre. Pontosan ezt hogyan kell elképzelni azoknak, akik még mondjuk nem jártak erre, mi az, amit tapasztalhatnak majd? Tulajdonképpen a felújítás alatt, hát a mai napon már elkészült, tehát most már korlátozással nem találkozik a közlekedő, de ezt megelőzően, amikor a munkavégzés történt, akkor mivel a jobb pályán történt munkavégzés, ezért azt a technológiát alkalmaztuk, hogy a jobb pályát teljes egészében, teljes szélességében átadtuk a kivitelezőnek munkaterület céljából, és a forgalmat áttereltük a bal pályára, úgyhogy 2 forgalmi sávot adtunk a Budapest felé tartó iránynak, és 1 forgalmi sávot a Lettenye felé tartó iránynak. Ez nagyon pozitív egyébként a technológiára nézve, mert így egy teljes szélességet kap a kivitelező munkaterületként, akkor sokkal jobb minőségben tudja elvégezni a munkát, és ez meg is látszik egyébként, mert azt gondolom, hogy nagyon jó minőségben készült el a pálya. Tehát ez egy 2+1-es terelés tulajdonképpen ilyen szakzsargonnal. Miért tartották fontosnak ezt a fejlesztést magát? Ezen a szakaszon az autópálya burkolatának az állapota már nagyon aggasztó volt, nagyon leromlott, tehát mindenképpen szükség volt a felújításra, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor egyre többször kellett volna úgynevezett kátyúzási technológiát alkalmaznunk, ami folyamatos terelésekkel, forgalomkorlátozásokkal járt volna, ezt mindenképpen szerettük volna elkerülni, és hát szerencsére a költségvetés biztosította erre a forrást, hazai forrást. Bruttó 4,3 milliárd forintba került ennek a 20 kilométeres jobb pályaszakasznak a felújítása. Tehát röviden a válaszom az, hogy a burkolat állapota kikényszerítette a felújítást.
További fejlesztésre számíthatnak-e majd az autósok itt az M7-es autópályán? Az M7-es autópályán mindenképpen szükség van még hasonló jellegű beavatkozásokra, mert ugyan, ha nem is ilyen mértékű, de a burkolatromlás már látható további szakaszokon is. Tehát mi készülünk rá egyébként, és a mi középtávú, sőt rövidtávú terveink között is szerepelnek további M7-es autópályaszakaszok felújításai, viszont erre nyilván költségvetési forrásra van szükségünk, de amennyiben ez megvan, akkor természetesen. Ezt azért is tartják esetleg fontosnak, mert hogy rendkívül megnövekedett a forgalom az elmúlt években? Igen, ez nem csak az M7-es autópályára jellemző, hogy általában a forgalmasabb autópálya útvonalainkra jellemző, a forgalom az elmúlt időben jelentősen megnövekedett, és a teherforgalom is, és ez gyakorlatilag a burkolatállapot fokozatosabb, vagy erősebb leromlásához vezet, és ezért a felújításokra mindenképpen szükség van. Az M7-es autópálya jobb oldalán a Balatonvilágos és a Zamárdi közötti szakasz az elmúlt években nagyon rossz állapotba került, itt nagymértékű burkolatsüllyedések alakultak ki. Ennek az oka az volt, hogy a pályaszerkezet teherbírása nem volt megfelelő, nagymértékű tehergépjármű forgalom a 2001-ben megépített pályát tönkretette, és ez már azt okozta, hogy a közútkezelő az sebességcsökkenés bevezetésén gondolkodott, hiszen ezek a burkolatsüllyedéseket a járművezetők kerülgették, és ez már forgalombiztonsági kockázatot jelentett. Ezért haladéktalan intézkedni kellett a pályaszakasz felújítására, sikerült a szükséges forrásokat erre előteremteni, és 3 ütemben meg is tudott valósulni a beruházás. A Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában a kormány támogatásával hazai költségvetési forrásból valósult meg a fejlesztés. Az M7-es autópályának ezt a több mint 20 kilométeres szakaszának a felújítását teljes egészében a hazai költségvetés fedezte. A komplex út felújítási program keretében történt meg a munka. A hazai gazdaság lendületes fejlődése teszi lehetővé nem csak azt, hogy újabb autópályák, gyorsforgalmi utak, elkerülő útszakaszok épüljenek, hanem azt is, hogy a hazai közúthálózat minőségének javítása érdekében felújítsuk azokat az elemeket, amelyek megértek az állapotuk alapján erre a munkára. Pontosan miért tartják fontosnak, hogy ezeket a hálózatokat minél előbb és minél jobban, jobb körülmények között megújítsák? Ahhoz, hogy a gazdaság fejlődése tovább történhessen, az emberek mobilitás igényeit ki lehessen elégíteni, ahhoz szükséges egy színvonalas, névós közúthálózat. Ahol jó a közúthálózat, rövidek az elérési idők, biztonságos az eljutás, biztonságos a környezet, ott jobban megtelepednek a vállalkozások, és az emberek a mindennapi igényeiket, tehát munkahelyre járás, iskolába járás, szabadidős tevékenységek, ott jobban lehet használni a közúthálózat elemeit. Mikor tudták az autósok újra birtokba venni ezen szakasz? Hétfőn már átadásra került a pályának ezen szakasza, de a teljes értékű átadása mai napon történt meg, hiszen közben még a pályán az elválasztó elemek helyreállítása történt meg, illetve kikerültek azok a táblák is, amelyek a teljes értékű használatot biztosítják. Azért itt rendkívül megnövekedett az elmúlt években az autós forgalom, teherautók, személyautók rengetegen szelik át az M7-es autópályát. Van-e még esetleg arra a lehetőség, illetve tervezik-e, hogy itt ezen a részen újítanak, esetleg nem csak itt, hanem máshol, tehát hogy itt és más helyszínen lesz-e még újítás? Jelen pillanatban erőinket az M1-es autópálya felújítására koncentráljuk. Itt 2019 és 2020-ban nagyon hosszú szakaszon, mintegy 79 pályakilométeren történik meg a felújítás, szintén hazai költségvetés forrásokból finanszírozva 22 milliárd forint értékébe. Az M1-esnek ez a szakasz a Magyarország legleterheltebb gyorsforgalmi útja, ennek biztonságos üzemben tartása elsőrendű feladat. De hogy kérdésére visszatérjek, az M7-es autópálya többi szakaszának állapota a napi karbantartással biztosítható, a jó állapot. Természetesen az út felújítási programok későbbi fázisaiban, ahol olyan mértékű elhasználódását szenvedett a pálya, ami a beavatkozást igényli, beillesztjük a programba. Tudjuk esetleg, vagy nem tudom, hogy számot tudunk-e mondani, vagy nagyjából egy számot, hogy mennyi forgalmat bonyolít le az M7-es autópálya? Az M7-es rendkívül heterogén ebből a szempontból, hiszen a nyári hétvégét nem lehet összehasonlítani egy februári hétköznappal, de a legfrekventáltabb igénybevétel az M7-esnek nyilván a nyári hónapok. Az összesen 20 kilométert érintő felújítás befejező üteme a 90-es és a 96-os kilométer szelvények között idén, szeptember 14-én indult el, és a terveknek megfelelően mostanra meg is nyitották azt az autósok előtt,
Így a sóstói pihenőhely és a töltőállomás is újra használható. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg. Én bízom benne, hogy szolgáltunk önöknek ma is hasznos és érdekes információkkal. Vigyázzanak magukra és egymásra az utakon. Köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!